Sziasztok! A mai videóban a tempe készítését fogom nektek megmutatni, ami az egyetlen indonéz szójaétel, mert az összes többi kínai. A tempéről az első feljegyzések a 16. században készültek, leginkább Jogjakarta, Surakarta és Surabaya környékén fogyasztják, ez ugye ezek Jáva szigetén vannak. A második világháború alatt, amikor a japánok megszállták Indonéziát, a rabok csak tempét kaptak enni, és túlélték, ez is azt bizonyítja, hogy tele van nagyon sok értékes ásványanyaggal és tápanyagokkal. Sok benne a protein, a rost, a magnézium és a foszfor, és van benne B2 és B3 vitamin is. Az indonéz szójatermelés 50%-ából lesz tempe, és a vegánok is bátran fogyaszthatják. A tempe amúgy egy fermentált szójabab készítmény. A fermentáció azt jelenti, hogy egy nemes gombával érlelt étel. És most bemutatom nektek, hogy hogyan kell elkészíteni. Csapjunk bele! A következő lépés pedig az, hogy 30-40 percen keresztül forraljuk a szójababokat, hogy puhák legyenek. Tök gusztó! Miután fölfolt, egy kis ecetet rakok bele, és ezzel még egy picit forralok rajta. Elvileg a pH-ja miatt kell, hogy a gombák jobban szaporodjanak rajta. Következő lépés, ez nagyon fontos, mert hogyha túl nedvesek a kis babok, akkor az megöli a gombásodási folyamatot, úgyhogy egy tiszta konyharuhára egy kicsit kiteregetem őket, hogy a felesleges nedvességet felszívja. És hagyom, hogy egy kicsit kihűljön az egész, olyan 30-40 fokra. Na, kávé kihűl, most már nem gőzölög, és most már nem annyira nedves. Ez nagyon jó, úgyhogy most fogom az egészet, és megpróbálom ügyesen visszarakni az edénybe, hogy ne szórjam ki az asztalra. Ha. Jó. És vannak a kis babocskák. A következő lépés pedig az, hogy van egy ilyen ez a gombakultúra, amit bele fogunk tenni, majd teszek egy linket a leírásba, hogy hol tudtok ilyet rendelni. Én ezt még Indonéziából hoztam, és ebből kell belerakni körülbelül, hát ez egy fél kiló szójabab, úgyhogy ilyen két pupos kanálnyi gombaport fogok belerakni. És jól összekeverem az egészet, hogy jó legyen. Jól eloszlatjuk, mindenhol nagyjából egyforma mennyiségű kis gombapor legyen. Következő lépés, hogy elővesszük az ilyen kis bezárhatós zacskókat, és kilyukaszgatjuk. Igazából ezt nem lehet túllyukasztani, úgyhogy azért is hoztam egy ilyen vastagabb dolgot, hogy szép nagyok legyenek a lyukak, mert ugye a gombának kell levegő, hogy jól el tudjon benne szaporodni, és akkor így nagyjából 2-3 centinként kiugaszgatom az acskót. Miután sikerült kiugaszgatnom az acskót szépen, alaposan, a következő lépés az, hogy kiporciózom a tempét, vagy hát a szójababot, ami lehetőleg majd tempe lesz. Múltkor fél kiló szójababból kettő ilyen zacskót raktam félig.
még alapformájúra. Formázom. Lehet, hogy egy kisebb zacskó amúgy praktikus lenne, ez egy kicsit talán nagy. Nagyjából kiporcióztam a dolgokat, ez nem igazán lett a fele, de igazából az a fontos, hogy ne legyen túl vastag, mert akkor nem kap annyi oxigént a gomba, hogy átpenészedjen rendesen, úgyhogy nagyjából ilyen másfél-két centi vastagságúra érdemes nyomkodni. És akkor én rá szoktam még tenni még egy lapot, hogy ilyen szép lapos legyen majd, amikor begombásodik. Utolsó előtti lépésként felforralok egy adag vizet, mert ezt az egész dolgot, amit most itt létrehoztunk, ezt 28 és 31 fokon keresztül, ez 28 és 31 fokon kell tartani 12 órán keresztül, ami hogyha az embernek nincsen inkubátor, illetve nincsen olyan meleg, ezt muszáj valahogy létrehozni, és én ezt úgy oldottam meg, és egyszer működött, remélem most is fog, hogy felforraltam egy adag vizet, és beraktam az egészet a sütőbe, lefedve egy tányérral, hogy ne legyen túl párás bent minden, és hát egy ilyen kétszer-háromszor érdemes kicserélni, hogy nehogy kihűljön az egész, és nagyjából 12 óra után már fog látszani az, hogy a kis gombafonnal elkezdték beszűni a szójababokat, és akkor már nem kell igazából a vizet cserélni, hogy melegen tartsa, mert akkor már a saját hőjét fogja generálni. És még egy 12 órát érdemes ott hagyni, és ilyen 24 óra után ennek egy kemény, fix, egybe gombásodott valaminek kellene lennie, hogyha mindent jól csinál az ember. És ezt most így hagyjuk körülbelül 6 órán keresztül, aztán pedig ki fogom cserélni a vizet, hogy nehogy kihűljön az egész, és aztán 24 óra múlva megnézzük, hogy mi történt. Letelt a 24 óra, ami valójában nem 24 volt, hanem 48, mert úgy láttam, hogy nem penészedett annyira a dolog, mint amennyire kellett volna neki. Hát nézzük meg, nagyon kíváncsi leszek. Hát ez sajnos itt elég kuka. Én nem tudom, mi történt őszintén szólva. Múltkor annyira jól sikerült, és most meg itt semmi. Hát ennek meg a fele kuka, mert ez a része, na ez a jó tempe itt, így kéne kinéznie. Ez a része meg nem tudom, mi történt. De legalább a fele jó. Remélem tetszett. Hogyha szeretnétek még ilyen videókat látni, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára. Megtaláltok még Facebookon és Instagramon is. Sziasztok!